Sziasztok, srácok! Ma egy A plusz set mechanikus gaming keyboardot fogunk tesztelni. Nyilván videón kívül kibontottam, hogy kipróbálhassam, de a csomóban nem volt sok minden. Egy billentyűzet volt hozzá, kábel, kicsit gubancokat, ne foglalkozzatok, meg egy használt útmutató is volt hozzá. Szóval, ha megfordítjuk a billentyűzetet, mindkét oldalát feltünk csúszásgátlót, így nem fog össze-össze csúszkálni, meg kinyitható lábakat is. Ez egy mechanikus billentyűzet, Blue Switches, jeboj. RGB világítású. De ugye, nem csak ennyi. Ha megnyomjuk ezt a kis villanykörte gombot, akkor van hozzá 7 különböző effekt. Ugye lélegző effekt, egy ilyen effekt, ami sorba megy és világít, igen. Ez van, nem tudom az effekteknek a nevét, de látjátok. Ha megnyomjuk az effekt plusz a nyilakat, akkor itt tudjuk szabályozni, milyen gyors legyen a effekt. Látjátok, sokkal gyorsabb lett. Van még ilyen effektünk is. És ja. Szóval ja. Fik jó. Ez egy angol kiosztású billentyűzet. Szóval nincs benne E meg A meg ilyesmi. Felül meg alul teljesen fémből van. Szóval ez az jó anyagból van. Sokáig fogja bírni szerintem. Ami tök jó. Van az egy használt útmutató, amiben magyarul le van írva a billentyűzetre csomó minden, mi mit csinál. Oroszul, angolul, meg magyarul le van írva benne. De van minden, hogy akár tisztítani, stb. Köszönjük szépen! Ja, mert ahogy látjátok, USB-s, de ez gondolom mindenki észvette. De miért elmondanám a pozitívumokat és a negatívumokat, hogy kinek ajánlanám a billentyűzetet, előtte hallgassuk meg a hangját. Mondom a pozitívokat és a negatívokat róla. Kezdem a pozitívokkal. Erős billentyűzet, rohadt jó világítások, 7 fajta, rohadt jó hangja van, és rohadt kényelmes rajta gépelni. És olcsó is, ez is egy pozitívum. Ja, mert ez nem 25 vagy 30 ezer forintos billentyűzet. Mindom végén nem mondom, hogy bekerül. És van hozzá magyar használati út. Mutató, szóval ez is egy pozitívum szerintem. Az is pozitívum, hogy azért nem rövid USB-s kábel kapunk hozzá, ez egy kis egyszerű kábel, de igazából de szerintem minden billentyűzetnél hosszabb kábel, szóval most nem írom meg pozitívumnak, csak jó tudni, hogy hosszú kábel van. Még a hátoldalán lévő csúszásgátló is pozitívum, meg a kis lábacskák, amit az elején mutattam, hiszen a csúszás gátlő ezt ne csúszson a billentyűzet, és a lába pedig emeli a billentyűzetet, és valakinek egy könnyebb gépelni. Ez a kettő dolog is pozitívum, csak ezeket kifelejtettem, de ja, ez a kettő dolog is pozitívum. Na nézzük a negatívumokat. Elsősorban, ami csomó mindenki negatívumnak tekint, csak közelebb hajolok a billentyűzethez, egy kis fém, amikor lenyomunk egy gombot, akkor ilyen fém hang hallható. Pontosabban rugós fémhang. Kikapcsolhatatlan a világítás. Szóval megnyomunk, akkor úgy, hogy világít. Kikapcsolhatatlan. Hangos. Na, srácok, ez mechanikus billentyűzet. Hangos. Blue switches, ráadásul a legeslekhangosabb fajta. Meg az is negatívum, hogy angol billentyűzet. Engem nem zavar, csak sok embert igen. Szóval ez is negatívum. De akik ezektől eltekint, annak bátran ajánlom a billentyűzetet. És ahogy mondtam, olcsó is. Ennek az ára 7000 forint. Szállítás együtt, mert minden együtt 8300 forint. Úgy szerintem ez a billentyűzetén rohadt megéri. Kinek ajánlom a billentyűzetet? Aki akar egy olcsó és jól használható, erős, kényelmes billentyűzetet. És te nem zavar, hogy hangos. Annak ajánlom. Ha bármi kérdés merül fel bennetek ezzel a billentyűzettel kapcsolatban, bátran írjatok egy kommentet, és megválaszolom a kérdéseitekre a válaszokat. És 10 like-nál egy membrán VS mechanikus billentyűzet lesz. Köszönjük, hogy voltatok ebben a videóban. Tetszett, like, rakozás.
Nem voltam, sziasztok.